Sziasztok embriók, itt vagyunk a Szellemvárosban Ricsivel, és drónnal fogunk repülni, ezerrel. Ez most a GPS beállítás, ugye? Most kalibrálom az iránytűjét. Hát ilyeneket kell csinálni vele. Aha. Nem mondod, mindig? Igen, ja, és akkor ja, itt látszik, hogy miket veszel. Igen. Aha, ott vagyok. Jaj, nem látszik. Aha, fasza. Na ugye, fogok csinálni erről a laktanyáról, ugye szerintem ki a szabadjáról egy nagyobb átfogó videót, lesz majd egy jaj, be vagyok rekedve, Ribolt Arany is, egy hölgy, aki itt szolgált, itt vigyázott egy szovjet tisztnek a gyerekére még az 50-es években, ővel is ki fogok ma jönni, és egy egész jó videót össze fogunk tenni. Drónnal, mindennel együtt. Jönnek statiszták is. Ja, ott háttérben. Na. És akkor most már veszi is? Hello! Jó az új kamera? Aha, igen. Köszi! Jobban mondom, akkor benne leszünk. Átéplők fölötte. Nagyon komoly. Közben majd vigyázz, mert jön az autó. Ja, oké. És hogy ennek a képen miért vibrál itt? Itt az interferencia miatt, meg nem túl jól vétel, de ezt mi nem így fogjuk látni a felvételen. Ja, ezt gondolom. De visszajövök, szerintem ezek így vágóképeknek. Ennél itt elég lesz. Ilyenkor el kell kapni kézbe, vagy nem kell? Leszáll magától is, de én el szoktam kapni. Ja. Ez most 4 perc. Ez jó. És akkor még mennyi aksi van benne? Hát figyelj, ebben még 10 perc van ebben az aksiban, vagy hát lehet, hogy még és 12. Kettőben hozzá. És 2 aksi van. Aha. Sokat fogyad, baszki. 5000 milliamper és 10 perc. Aha, igen. Az igen. Na ugye ez volt az épület, ahol az a hölgy vigyázott a szovjet tisztnek a gyerekére. Nem tudom, hány éves volt akkor? 13 vagy 14, majd ő is látjátok a videóba. És erről csinál majd egy, vagy hát most csinálok egy felvételt. Hová álljak, hogy ne álljak ide? Mehet? Na, persze. Nem akartam hangba belezavarni neked. Ú, de jó. Basszus, szabad szemmel tökre látszik, hogy pörög itt a kamerán, meg mintha alig pörögnek. Igen, igen, a képfrissítés miatt. Ja. Dóci. És milyen egyenletesen száll, nagyon durva. Ilyen félkört lehet ezzel csinálni? Most csináltam egyet, aha, de csinálok egyet. Ez nagyon jó. Ha. Most már benne leszünk. Én meg közel nem ezt menni, hogy oda a erkére, ugye? Az már necces lenne, mi? Nem, oda szállok. Az simán belefér. Egyébként azért, hogy, tehát az, hogy dobálja a szél, attól nem kell foglalkozni, mert a gimbal, az a szerkezet, az folyamatosan kiegyenlíti ezt a mozgást. Ez nagyon durva, jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki. Eddig az a legjobb szerintem, az a felvétel. Passza. Szerintem erről ennyi is, elég is lesz. Okay. Aztán úgyis itt vannak szemben panelok. Ide is szállsz? Ja, nem hülye, persze, hogy csinálják a másokat. Ja. Wow. Jól néz ki, mi? Azt nézzük. Aha, basszus. Az igen. De így én még nem is láttam. Az igen. Így még soha nem láttam. Drón!